gyorsan szóra bírjuk Pintér Attilát, aki nem egyedül van itt. Már a Fradi meccs után is itt volt önnel Filip. Ezek szerint azért azt gondolom, hogy neki is nagy szerepe van ebben a sikeres szezonban. Természetes, nagyon keveset tudtam vele lenni, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon sokat voltunk itt a pályán, hogy minél eredményesebb legyen ez a csapat. Egy picit édesanyjára került a nagyobb feladat, de amikor tudtam, mindig vele voltam, hiszen én azt gondolom, nagyon nagy szükség van az édesapjára, úgyhogy amikor tudunk, azért együtt vagyunk és örülünk. És kinek a nyakába kerül akkor most ez a bizonyos aranyérem? Tiédbe. Tiédbe? Tényleg nem a mérkőzése fontos ezen a mai napon, azt gondolom, megvan a győzelem, és olyan játékosok is pályára léptek, mint Pilibaitis és Alexidze, ez volt már fontos. Én azt gondolom, hogy ez is fontos volt, hiszen szerettük volna úgy elbúcsúzni a hazai közönségtől, amit egész évben fölépítettünk, hogy olyan szépen tudjunk elbúcsúzni, és azt gondolom, a tartalékosan is az a csapat mindent megtett azért, hogy megszerezzük a három pontot, és győzelemmel búcsúzunk el a közönségünktől. Egyszer Sisa Tibor azt mondta egy nagy győzelem után, hogy ez még nem azt jelenti, hogy a játékosok belemehetnek az éjszakai pop életbe. Ez a mai nap, ez talán erről is szólhat picit. Már a Fradi mérkőzés után megünnepeltünk, de azt gondolom, hogy ma is lesz egy ünnepség. Köszönöm szépen, gratulálok még egyszer. Kedves nézők, most pedig következik az éremátadás. Bizonyám, és ez az érem átadás már javában zajlik, hiszen a keret összes tagja, összes játékosa lassacskán szépen feláll a pódiumra, a dobogóra, hogy átvegyék a bajnoki aranyérmet. Dr. Kovács Árpád, az MLS elnökségi tagja, Studnicki Ferenc, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságának az elnöke, és Németh József, az OTP Bank Észak-Dunántúli regionális igazgatója, a három díjátadója ennek a érett. Itt egy szisztematikus munka, amely Győrben nagyon sokak hozzájárulásával, segítségével, sikeres közreműködésével végül is meghozta gyümölcsét, és hát tényleg Pintér Attila majdnem, hogy itt élt az Etó Parkban ebben az idényben, mert ahogy én hallottam a súgóimtól, és ahogy maga Pintér Attila is említette még a Videóton elleni kupamérkőzés első mérkőzés megelőzően, hát tulajdonképpen arról szól az élet, hogy reggel kijön, elvégzi az adminisztrációs munkákat, utána megnézi a korosztályos csapatok mérkőzéseit, edzéseit, foglalkozik saját csapatával. Például a Videóton elleni mérkőzés megelőzően azt mondta, hogy lejátszák ezt a mérkőzést, és este hazamegy, nem foglalkozik akkor azzal a lejátszott mérkőzéssel, hanem már előveszi a DVD-jét, a Paks, a soron következő ellenfél mérkőzéseinek, és azzal foglalkozik. Tehát nagyon-nagyon munkamániás Pintér Attila, és néha-néha nagyon-nagyon vehemens a kispadok környékén, ezt tapasztalhattuk sok esetben, de hát egészen más arcát mutatja sokszor. Most is például Takás itt a kolléganőmnek, hogy éppenséggel két héttel ezelőtt, amikor bizony érintettség okán egy picit én is megkönnyeztem a nyilatkozatát. Negyedik bajnoki címe tehát ez a Győri Etó csapatának. 30 esztendő után ismételten sikerült tehát a bravúr, és Tarsoly Csaba elnök, aki tényleg minden hátteret biztosított a klub számára, illetve a csapat számára, azt hiszem, hogy most arathatja le végül is a befektetések, illetve mindannak a gyümölcsét, amelyet megadott ennek a gárdának, ennek az együttesnek. És hát nagyon-nagyon sok sikert kívánunk természetesen a győrieknek majd a bajnokok ligájában, a selejtezőkben, hogy sikerüljön minél messzebb eljutni majd a nemzetközi kupaporondon. Hamarosan átadják majd a bajnoki serleget is, hiszen az aranyérmeket most már megkapták maguk a játékosok, és akkor Dr. Kovács Árpád már viszi is a bajnoki serleget Sasa Stevanović csapatkapitány kezében, és ebben a pillanatban most már abszolút hivatalosan bajnok 2013-ban a Győri Etó együttesének labdarúgó csapata. Két héttel ezelőtt vált hivatalossá, matematikailag is biztossá, most azonban megtörtént a ceremónia is a
bajnoki serleg átadása. Ezekkel a képekkel, kedves nézők, az Eto Park búcsúzik. A győri Etónak szívből gratulálunk és sikeres folytatást kívánunk.